Karácsony előtt több programra is készültek az AFG diákjainak. Az igazgatót, Tóth Gabriellát kérdeztük a részletekről. A téli szünet előtt több különféle programokkal is készültek az AFG-ben. A diákoknak erről kérdezzük Tóth Gabriellát, az intézmény igazgatóját. Köszöntöm Önt, mik is voltak ezek a programok, mivel is készültek így a téli szünet előtt az idejáró gyerekeknek. Köszönöm, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mivel hogy úgy telt a tavalyi tanévünk, hogy ugye a gyerekek nagyon sokat online oktatásban töltöttek, így megsínylették a közösségi programok ezt az online oktatást, ezért az idei tanévet tudatosan úgy terveztük, hogy nagyon sok olyan lehetőségük legyen, amikor együtt tudnak lenni. Így ezt a két utolsó napot a héten, ami a téli szünet előtt volt, ilyen közösségi programok szervezésére szántuk. A hétfői nap az osztálykarácsonyoknak az ideje volt, tehát ezt minden osztályfőnökével egyeztetve beszéltem meg, hogy hogyan szeretné eltölteni. Voltak, akik kimozdultak az iskolából, elmentek bowlingozni, biliárdozni, voltak, akik itt ettek, ittak, megajándékozták egymást, filmeztek, vagy mindenki maga dönthette, hogy hogyan tölti ezt a napot. És akkor ténylegesen a téli szünet előtti utolsó nap, ez tulajdonképpen már hagyomány is az iskolában, hogy egy ilyen karácsonyváró napot szervezünk, ahol lehet kézműveskedni, lehet még egy-két karácsonyi ajándékot, vagy karácsonyfa díszt elkészíteni nekik, de nyilván vannak olyanok, akiket ez kevésbé vonz, úgyhogy lehetőséget adunk játékra is. Társas játékozhatnak, kártyázhatnak ki, mit szeretne, illetőleg sportolási lehetőség is van, hiszen vannak olyan diákok, akik ezt az alkalmat szeretik, és lehet pingpongozni, tollasozni, focizni, kosarazni, mikor milyenre van igényük. Nyilván ezt a kollégáim megszervezik számukra, és ugye, aki esetleg még úgy érzi, hogy nem látott elég karácsonyi filmet, azoknak is biztosítunk lehetőséget. Úgyhogy próbáljuk a igényeket kielégítve, de mindenféleképpen együtt és közösen eltölteni ezeket az utolsó napokat, hogy tartalmasan tölthessék a gyerekek. A megyei identitás erősítése című projekt keretein belül kistelki termelők is részt vettek egy szegedi rendezvényen. Trajné Lakos Mónika, kabinetvezetőt kérdeztük a rendezvény céljáról és a programokról. Mit is tudhatunk erről a rendezvényről? Ugye ez egy projekt kereteim belül valósul, meg kicsit így a projektről is. Miért választottak ezt a szegedi állomást? Tehát a projekt maga a megye identitás erősítése névvel indult. Ennek része összességében 21 identitás erősítő rendezvény, amelyet elsősorban megyei lakosság részére és elsősorban gyerekek részére szervezünk. Leginkább azért, hogy a hagyományainkat megismertessük, illetve tovább vitessük velük. Ebben rengeteg termelővel, tehát helyi termelővel ismertetjük meg a gyerekeket olyan termékekkel, amit talán el se jutnak, főleg a városi gyerekekhez. Ezért is talán egy kicsit ez a szegedi helyszín is, illetve most az adventi időszakban mindenképpen örültünk volna, itt a dom körül tudjuk a rendezvényünket megtartani. A mai rendezvény az abszolút az advent köré rendeződik, tulajdonképpen nyilván adva a mostani időszakot. Árusaink, illetve bemutatkozó termelők vannak, van sajtosunk, mézes, a pitvarosi település jött közfoglalkoztatottakkal, akik a közfoglalkoztatottak által készített termékeket mutatják be, illetve árusítják. Van levendulásunk, akik kézzel készített szörpöket, különböző levendula termékeket hoztak, tehát nagyon sokszínű, vannak mézesek, akik mézet fognak kóstoltatni. Nyilván lesz egy kis teázás is, mert hogy eléggé hideg van. Lesz bent programunk, illetve kint is. A benti programok elsősorban kézműveskedés a gyerekeknek. Fognak készíteni az Opuszta Szerény Nemzeti Történelmi Emlékpark kollégáival együtt ilyen bőrből készült ajándéktárgyakat, illetve kollégák készültek rengeteg mézes kalácssal, amelyet a gyerekek maguk díszíthetnek, illetve különböző olyan kézműves ajándék készítéssel ismertetjük meg őket, amit aztán haza is vihetnek és otthon bemutathatnak.
a fellépők között ugye lesz bent a Dómban is fellépés, ami egy pásztorjáték lesz. Ők lesznek a kistelekiek, akik a pásztorjátékot be fogják mutatni, illetve lesz egy koncertünk, ami az eredeti kiírás szerint most egy kis változással van, mert hogy betegség miatt módosítani kellett még a tegnapi napon a programot, tehát egy fagott művész fog jönni a Dómba, illetve lehetősége van a résztvevőknek meglátogatni a Dömötör tornyot, jönni fog kántor, aki meg fogja szólaltatni az orgonát, bent a Dómban, és kint pedig lesz egy néptánc bemutató, illetve Szegedi Gyermekkórusnak az előadásával fog zárulni a rendezvény. Hogyan is jött az ötlet, vagy lehetőség, hogy kisteleki betlehemesek lépjenek itt színpadra? Hát ugye adódva az adventi időszakból, nyilván szerettük volna mindenképpen egy ilyen műsorral is tudunk szolgálni, és ugye a kollégáim keresték azt a lehetőséget, hogy a megyei települések közül honnan tudnánk talán a legjobban megmutatni ezt, és a kistelekiek ugye nyilván méltán híresek voltak erről a műsorukról, és így esett erre, és megkerestük őket, és szívesen elvállalták, nagy örömmel jönnek ezt az előadásukat megmutatni itt Szegeden. Ételosztással készültek karácsony előtt Kisteleken. A szervezőt, Kis Andrást kérdeztük a részletekről. Immáron harmadik alkalommal rendezik meg advent vasárnapján Kisteleken a szokásosnak mondható gulyás-leves osztást. Kis Andrást, a rendezvény szervezőjét kérdezzük ennek részleteiről. Először is köszöntelek. Hogyan is kezdődött ez annak idején? Köszönöm szépen a kérdést. Tulajdonképpen volt egy merész gondolatom, elmondtam a családi körbe, és többen mellém álltak, vagy legalábbis a gondolatom mellé, és hát valóban már harmadik alkalommal igyekszünk egy pár adag gulyásleves, egy kis süteménye, egyéb kis ajándékokkal a karácsonyt színesebbé tenni. Reméljük lesz neki majd hagyománya, hosszabb távú hagyománya, és hát meg kell említenem azokat az önzetlen segítő embereket, akik hasonlóképp gondolkodnak erről az időről, mint én, és az ő munkájuk is benne van, az ő adakozások is benne van. Hát ezt tegnap egy órától csináljuk egyébként, a nem tudom hány varling, répa, gyökér, krumpli pucolásával kezdődik, és utána előkészületek. Ma 7-kor kezdtünk, és tettük a dolgunkat, sokan megálltak, ismerősök, ismeretlenek, mi ez a csoda, hiszen első alkalommal egy hagyományos üstbe főztük a gulyást. Aztán jött egy merész gondolatom, hogy hogyan lehetne ezt színesebbé, meg ilyen nosztalgikusabbá tenni, és jött az ötlet, hogy hát velem kéne egy gulyás előtt, vagy hogyan lehetne egy ilyenre szert tenni. Addig néztem az internetet, még találtam egyet, egy napi munkával elmentem, érte hazahoztam, ugye jó messze találtam, és azt már tavaly beüzemeltük, és azt láttam, hogy olyan érdekességképp veszik az emberek, meg az idősebb generációnak egyfajta élmény is, akik egyébként voltak katonák, és az idén vettem még egyet. Immáram így olyan közel 500 adag gulyást tudunk főzni, és a 500 adag gulyás mellé tudunk adni 500 szeles süteményt egy vállalkozó jó voltából, és hát kisebb csomagok, lisztcukor, szaloncukor, narancs kerül a csomagba. Nem mérlegelünk, hogy ki szorul rá, meg ki nem. Aki idejön, szívesen adjuk, mert mi ezt úgy gondoljuk, és mindenkinek a maga dolga legyen, hogy idejön vagy nem jön. Hogyan fogadják ezt az emberek? Hát először csak néztek. Jönnek, kérdezősködnek. Mit csinálnak? Hát főzünk egy gulyást. Mennyibe fog ez kerülni? És amikor mondjuk, hogy hát ez nem kerül pénzbe, ezt mi szívesen odaadjuk, azért főzzük, hogy fogjon el, akkor meg tágra nyílt szemekkel néznek, és csodálkoznak. És azt gondolom, hogy jó néven veszik, meg tetszik az ötlet, meg kell. Sajnos sok ember van, akinek egy tál meleg kaja jól jön, pont így a szeretet ünnepéhez közeledve, de az volna az ideális szerintem, hogyha nem csak egyéb egyszer tudnánk ezt megcsinálni, hanem több alkalommal, meg hát sokkal többen. Azt hiszem, a legjobb embertől kérdezem meg egy ilyen szép ételosztás megrendezése után. Mi az, amit te üzennél az embereknek? Mi is karácsonynak az igazi üzenete?
Hát először is ugye a szeretet, az összetartozás, az elfogadás, a tolerancia, ami most a mai világban nagyon hiányzik, úgy érzem, és hát mi ezen vagyunk a gondolatunkkal és a cselekedeteinkkel is, hogy próbáljunk egy kicsit adni, más mutatni, mint a rohanó szürke hétköznapok, amikor nem figyelünk egymásra, elmegyünk egymás mellett szó nélkül. Van, aki csak az jár meg, hogy beszélgessünk. Egész évben nem találkoztunk. Beszélgünk, ittunk egy teját is mellé. És egy éves találkozás ezzel kiismerül tulajdonképpen. Hát reméljük, hogy majd egy kicsit másképp lesz. Nem csak egy évben egyszer tudunk itt beszélgetni, hanem az év más szakába is tudunk egy-két gondolatot váltani. Bízom ebbe. Az első fél év végéhez közeledik a Kistelki Általános Iskola. Az igazgatót, Papni Guba Évát kérdeztük a fél évzárásról és az iskola felújításról. Az első fél év végéhez közeledik a Kistelki Általános Iskola, az iskola igazgatóját, Papni Guba Évát kérdezzük erről. Köszöntöm Önt, mik is várhatóak ebben az időszakban itt az iskola életében? Hát a január az egy mindig nagyon mozgalmas időszak, valóban közeledünk lassacskán a fél év végéhez. Egészen pontosan január 21-én lesz a 2021-22-es tanév első fél évének a vége, és ehhez egy hétre, 28-án fogják a tanulók hazavinni azokat a félévi bizonyítványokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy az első fél évben milyen teljesítményt sikerült nekik elérni. Tehát még van néhány nap arra, hogy itt minden lehetőséget megragadva egy kicsit a javítás, a tanulmány eredményen való javításon dolgozzanak pedagógusok és tanulók egyaránt. Ez a fél év vége, ez a nyolcadikosok számára egy különösen fontos időszak, hiszen a fél év végét követően 22-én szombaton a nyolcadikosok a központi felvételi feladatsorokat fogják megírni az általuk választott középfokú oktatási intézményekben. Erre már a jelentkezés december 3-áig megtörtént, gyakorlatilag a végzős nyolcadikosaink 90% a központi felvételét fog írni. Erről a behívókat a középfokú iskolák megküldik folyamatosan a tanulók számára, és hát valóban ott matematikából és magyar nyelvből kell majd egy 40 perces feladatlapot megcsinálni, és hát az bizony számítani fog majd a középfokú felvételi eljárás során. Hogyha néhány tanácsot még adhatok a pedagógusok részéről a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, akkor az a gyerekek részére az, hogy itt a tanítási órákon, akár matek órán, akár magyar órán foglalkoztak ezekkel a felvételi feladatokkal, technikákat tanultak meg a különböző típus feladatok megoldására. De ennek egyetlen egy módja és lehetősége van még, hogy minél több ilyen feladatot megoldani, tehát minél többet gyakorolni. És ugye az oktatás.hu oldalon ezek az elmúlt évek felvételi feladatsorai megtalálhatóak, javítási útmutatóval együtt, akár nem is kell kinyomtatni, de ott azért le tudja magát ellenőrizni az ember, hogyha a feladatoknak a megoldását azért megcsinálja. Tehát minél többet gyakorolni, minél több ilyen típus feladatot véghez vinni, ez adhat kellő rutint arra, hogy sikeresen vegyék majd ezt az akadályt. A szülők számára pedig egy tanácsom van. Tudom, hogy ebben a koronavírusos helyzetben majd a középiskolák meg fogják szabni azt, hogy bemehet-e a szülő, de mindenféleképpen támogassák a gyerekeket és menjenek el velük. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor kijön a gyerek az első magyart írják először a magyarról, akkor utána, és el van esetleg keseredve, vagy nem úgy sikerült neki, ahogy ő elképzelte, vagy nehezebbnek találta, akkor ott legyen egy szülő, aki támogatja őt abban, hogy jó, ezt most el kell felejteni, és a következő feladatra koncentrálni. Tehát nem szabad, hogy az egyiknek az eredménye, vagy esetleg negatív élménye az befolyásolja a másikat, mert sok esetben például a matematikát azt erősebb százalékban fogják figyelembe venni. Nyilván ezek a középfokú felvételi feladatok ezek arra valóak, hogy szűrjék a gyerekeket. Tehát itt nem fognak a tanulók 100%-ot elérni szinte kivétel nélkül, nagyon alaposan meg lesznek szűrve, de ez nyilván abból a szempontból is egy visszajelzés, hogy mi az, amit el tudtam sajátítani. Ezeknek a
felvételi feladatoknak körülbelül 7-10 nap múlva meg lesz az eredménye. Általában a középfokú iskolák az oktatási azonosító alapján egy táblázaton az iskola honlapján fogják ezt nyilvánosságra hozni, és majd utána megküldeni a tanulók számára az eredményközlő lapokat, hiszen ezek majd szükségesek lesznek a továbbtanulási lapokhoz, tehát ezek mellékletként becsatolódnak majd. A továbbtanulásra való jelentkezés már ennek a függvényében, tehát amikor ismerjük azt, hogy milyen eredményeket értünk el a középfokú felvételi eljárásban, és mire számíthatunk, ennek függvényében február 18-áig kell a 8-osoknak kitölteni, illetve nekünk továbbítani, tehát ott február közepéig azért megalapozott döntést kell hozni, hogy azokba a középiskolákba, amelyek számításba jöttek eddig, melyek lesznek azok, amelyeket elsősorban megjelölünk, vagy megjelölnek a tanulók és a szülők, és hogy ott milyen esélye van annak, hogy egyáltalán felvételt nyerjen majd a tanuló. Ez már egy hosszú folyamat, pályaválasztási, pályaorientációs napot tartottunk, pályaválasztást segítő pszichológiai tréningen is részt vettek a tanulóink, beszélgethettek szülők és a tanulók is egy olyan szakemberrel, egy pszichológussal, aki segítséget tudott nekik esetleg nyújtani. Tehát ezt már nagyon alaposan előkészítettük ezt a folyamatot, aminek a befejező része lesz gyakorlatilag január 22-én ez a írásbeli központi felvételi vizsga, és hát ennek az eredménye nagy mértékben fogja befolyásolni majd a továbbtanulási esélyeket egyáltalán. Úgyhogy a gyerekeknek csak annyit, hogy gyakorolni, amennyit csak tudnak és amennyit csak lehet, mert ez nagyon fontos lesz majd a következő néhány hónapban, és hát a következő években, hogy milyen középiskolába sikerül majd a felvételi jelentkezésük. 2021. augusztusában kezdődött az iskola felújítási pályázat. Erről mit tudhatunk, hogyan is áll ez a folyamat? Hát gőzerővel működik ez a folyamat, és most úgy tűnik, hogy vannak apróbb akadályok, vagy olyan akadályok, amelyek előre nem láthatóak voltak, és hát a határidők tartása az kérdéses, de mindenki, kivitelező, tervező, fenntartó, mindenki azon dolgozik, hogy a lehetőségekhez képest minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk a tanulóknak, és hát Kistelekváros lakosságának. Nyilván most a Bercsényi utcai épület részünk az már elkészült, tehát az általános iskola alsó tagozatos tanulói megfelelően komfortos környezetben tanulhatnak tovább. A világítás teljes mértékben korszerűsítve lett, a tantermek ki lettek festve, az összes nyílászáró ki lett cserélve, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon szép környezetben folytatódik a kis diákoknak a tanulása. Hát ugyanez a feladat vár a villamoshálózat felújítás tekintetében a Petőfi utcai épület részre, illetve hát a harmadik emeletnek, tehát az emelet bővítésre, emelet ráépítés az, ami most a leginkább a legsürgetőbb történet. Ennek már készen kellene lennie, illetve a tetőcserének már meg kellett volna történnie, de most az időjárás azért még ennek az időjárás függvényében azért mi hamarabb ez be fog következni. És hát látható, hogy a Petőfi utca felől az udvaron már az új épületünknek a technikaterem, könyvtár fogott helyet kapni, annak az építése az első emeleti résznél tart gyakorlatilag, tehát én azt gondolom, hogy a kivitelező próbál helytállni, és mindenben a lehető leginkább részt venni, és hát azért ennek vannak kellemetlenségei, például most is villamos hálózat felújítás során ugye fúrják, faragják az épületet, de nem lehet azt kivitelezni, hogy csak a szünetekben történjen meg ez a felújítás, úgyhogy folyamatosan, szakaszosan fogjuk majd a kivitelező rendelkezésére bocsájtani a Petőfi utcai épület részünket is. Ez megfelelő rugalmasságot kíván mindannyiunktól, leginkább a gyerekektől meg a pedagógusoktól, hogy át tudjuk csoportosítani, szervezni a tanítási órákat egy-egy felújítás alatt álló részből olyan helyre, ahová jelen pillanatban nem ér el a felújítás.
Ami miatt szükség volt ennek a harmadik szintnek az építésére, az az, amit most is folyamatosan tapasztalunk, hogy a csoportbontott órák miatt gyakorlatilag nem férünk el. Kevés a tantermünk, és hát azért ezzel a bővítéssel, felújítással, informatika terem, nyelvi labor, fejlesztő termek, kiscsoportos foglalkozásra alkalmas tantermek kerülnek majd kialakításra, és azt gondolom, hogy valóban okoz némi kellemetlenséget még a következő hónapokban ez a bővítés, felújítás, de hogyha a következő tanévet vagy tanéveket már egy valóban korszerűen felszerelt, megfelelő energetikai korszerűsítésen átesett iskolai épülettel fogjuk majd kezdeni, akkor ez azt gondolom, hogy mindannyiunkat megelégedéssel fog eltölteni, leginkább pedig azoknak a tanulóknak az érdekei szolgálja, akik ide járnak, most is ide fognak járni majd a Kistelek iskolába.